hagyományokhoz híven a program látványos felvonulással kezdődött a város főutcáján, valamint a Kavicsostói Szabadidőpark körül. A találkozóra az ország számos pontjáról, továbbá határon túlról érkeztek veterán traktorok, mezőgazdasági gépek és autók, emellett gyönyörűen felújított és karbantartott motorokkal, katonai teherautókkal, valamint még korabeli tömegközlekedési eszközzel is találkozhatott a több ezer fős érdeklődő közönség. A színes, csodálatos veterán jármű forgatag egészen a mezőgazdasági gépmúzeumig kápráztatta el a kíváncsi tekinteteket. A program ezt követően a gépmúzeumban folytatódott, ahol elsőként a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének rövid énekes, zenés és prózai műsorát tekinthették meg a résztvevők. A vendégeket Csirmaz István, a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, majd dr. Fekete Zoltán, Mezőkövest polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Városunk első embere többek között Hajdú Ráfis János múzeum alapító munkásságát és kitartását méltatta, továbbá kiemelte a gépész találkozó fontosságát, amely a múlt és a hagyományok megőrzését egyaránt szolgálja. A rendezvény fővédnöke dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a hagyományok megőrzése mellett a vidék erejének, Hajdú Ráfis Jánosnak és nem utolsó sorban Hoffer Mátyás gépgyár alapítónak a méltó megünneplését emelte ki a rendezvénnyel kapcsolatban. Dr. Budai Gyula elmondta, hogy hazánkat az Európát sújtó válságból a mezőgazdaság ágazata vezetheti ki. Magyarország egy hagyományosan mezőgazdasági ország. Magyarországot abból a válságból, amelyet ma Európában tapasztalhatunk, a mezőgazdaság vezethet ki. Persze néha az időjárással meg kéne beszélni ezeket a dolgokat. De akkor is ez az egyetlen olyan lehetőségünk, amely kivezet bennünket abból, ahova került Európa, és amelyben Magyarország is található van. A parlamenti államtitkár méltatta továbbá Hoffer Mátyás tevékenységét is, hiszen a gépész találkozó keretében a jelenlévők megünnepelték a Hoffer Mátyás által megalapított Hoffer Schanz Clayton Sattelworth magyar gépgyári művek RT megalakulásának 100 éves jubileumát. Tálai András, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, a rendezvény védnöke többek között Hajdú Ráfis János életútját, illetve munkásságát méltatta. Tálai András kiemelte, hogy a múzeum alapítója bebizonyította és megmutatta, hogyan lehet szorgalommal, hozzáértéssel és kitartással világra szóló eredményt elérni, majd párhuzamot vont Hoffer Mátyás gyáralapító és Hajdú Ráfis János életútja között. János bátyámnak nem gyáralapítás jutott, hanem múzeum alapítás. Hoffer Mátyásról gyárat neveztek el. Tisztelt jelenlévők, én itt most kezdeményezem ezt a múzeumot, akinek mindenkinek a lelkébe és a fejében már benne van. Ezt a múzeumot el kell nevezni Hajdú Ráfis János bácsiról. Ez az év jó lehetőséget ad arra, hiszen valószínűleg változni fog a fenntartó megyei önkormányzat, most éppen az állam egyik intézménye tartja fönn, és valószínűleg át fog kerülni a Mezőkövesdi önkormányzat fenntartásába. Ez a pillanat lesz, az az alkalom arra, hogy méltó nevet kapjon ez a múzeum, és János bácsinak az életútjára ismét oda tegyünk egy szép csillagot, amit viszont ő érdemel meg. Tisztelettel kérem Önöket, támogassák ezt a gondolatot. Csiger Lajos, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés alelnöke szintén megosztotta gondolatait az ünnepségen. Csiger Lajos köszöntőjében kiemelte azt a példaértékű összefogást, melynek köszönhetően egyrészt elnyerte a mai arculatát a múzeum, másrészt minden évben nagy sikerrel rendezik meg a gépész találkozót. Az alelnök elmondta továbbá, hogy a múzeumban található gépészeti kincsek nem csak Mezőkövesd, hanem az egész megye számára különösen nagy jelentőségű értéket képviselnek. Ezt követően dr. Simon László, a Borsodabói Zemplén megyei múzeumi igazgatóság múzeumi titkára köszöntötte a résztvevőket, aki kiemelte a gépmúzeum társadalmi hatásait, illetve a gépész találkozó összetartó erejét. Dr. Simon László után Hajdú Ráfis János, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakeresztjével kitüntetett múzeumalapító köszöntötte a megjelent vendégeket, és örömének adott hangot, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi az eseményt. Számomra rendkívül nagy öröm ez a mai nap, hogy ennyi régi gép szerető emberrel találkozhatok itt ezen a rendezvényen, de külön örülök azoknak is, a fiatalabbaknak is, akiket kevésbé ismerek, akik még mostanában kapcsolódtak bele ebbe a munkába, és megtisztelték a mi rendezvényünket. De azért
ahogy szélesedik ki is ez a rendezvény, és Magyarország területéről is egyre több gépes szakember jelenik itt meg, hiszen ezt láthatjuk saját szemünkkel most, és ezen kívül pedig nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat a külföldiről, határainktól kívül érkezett gépszerető embereket. Hát most gondoljuk meg el csak, hogy azért bizony nagy feladat máma is elindulni, még a helyieknek is gépekkel megrakodva ide erre a rendezvényre, de a határon kívülről pedig eljönni, akár csak személyesen is, ugye az egy csodálatos szép feladat, és nem igen volt említés arra, hogy a Lengyelországból két traktorral kb. 800 kilométert jöve ide, hát ad egy fantasztikus szép teljesítmény. A múlt évben ugyanezt megcsinálták az osztrák barátaink, amikor szintén két traktorral helyszínről jöttek ide, ugye erre a rendezvényre. Hát ez csodálatos dolog. És hát itt láthatjuk ezt a sok szép gépet, hogy mennyi emberi szorgalom, mennyi munka, mennyi törekvés, meg elkötelezettség, meg hát tisztelet a múltnak, de talán még a jövőnek is. Amikor arra törekszünk, hogy ezeket megőrizzük, ezeket a régi gépeket a jövőnek a számára. Tehát ez egy csodálatos, szép emberi tulajdonság, és én így értékelem ezeket a rendezvényeinket, hogy hát itt szépen összekovácsolódnak, kulturáltan, tisztességesen, és egy nagyon szép témát felfogva, kérem szépen, nagyon lelkesen, gondosan kezelve, ugye kibővítik, évről évre ezt a rendezvényt is gazdagítják, hisz hát csodálatos újabb-újabb gépek jelennek itten meg. Számomra még az is nagyon nagy öröm, hogy Hoffer Mátyásnak és a Hoffer gépgyárnak is egy emlékét ünnepelhetjük a mai napon, hisz hát mindig nagy tisztelője voltam ennek az alkotó embernek, hiszen nagyméretű táblán ki is faradtam, ugye az ami valamikor a kispesti gépgyárnak a falán volt, és aztán a szocialista években ugye az lekerült onnan, de papírról a mását megtaláltam, és hasonló méretben, csak nem bronzból öntve, hanem kézből kifaradtam. Tehát ugye sok Hoffer gyártmányú géppel találkoztam életemben, és talán a legmeghatározóbb voltak itten a Hoffer cséplőgépek, a Hoffer egyéb mezőgazdasági talajművelőgépek, ekéktől vetélgépekig, szecskavágók, répavágók, stb. Amiből óriási szorgalommal igyekeztem mindig több változatot, típust begyűjteni. Úgyhogy hát én azt kívánom a kedves vendégeknek, hogy rövid is legyek, hogy hát érezzék magukat jól, barátkozzanak, csodálkozzanak, nézelődjék ezeket a sok nézegessék, ezeket a csodálatos, szép régi gépeket, és aztán hát beszélgessenek, és érezzék magukat nagyon jól. Kádár Zoltán múzeumigazgató szintén örömét fejezte ki a gépész találkozó egyre nagyobb népszerűsége miatt. Az ünnepségen határon túlról szintén érkeztek vendégek, jelen voltak többek között a szlovák testvérvárosokból, Kiskövesdől és Nagykövesdől ellátogató delegáció tagjai, de szintén érkeztek vendégek Ausztriából, Szerbiából és Erdélyből. A hivatalos köszöntőket Baross Gábor, vas miniszter emlékpakettjének leleplezése követte. Baross Gábor az osztrák-magyar monarchia idején a közlekedési, valamint kereskedelmi ügyekért volt felelős. A vasminiszter életművét dr. Krámli Mihály, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója mutatta be. A díszes plakettet Kádár Zoltán múzeumigazgató és dr. Krámli Mihály főigazgató leplezte le. Ezután dr. Stíber József, a Hoffer Dutra Emléktársaság tiszteletbeli elnöke koszorúzta meg a Hoffer Mátyás tiszteletére állított emléket. A koszorúzás követően a felújított és restaurált GANZ gyártmányú szívógázmotor bemutatása és átadása következett. A Pannon Malomipari ZRT felajánlásának köszönhetően Mezőkövesdre került az 1940-es, 50-es évek legmodernebb malomipari gázmotorja, amely egyedi rendelés alapján készült, így ez az egyetlen egy darab készült belőle az országban. A különleges, mintegy 8 tonna súlyú szerkezet széleskörű összefogás eredményeként ékesíti a Kövesdi Múzeumot a jövőben. A motor történetét Kádár Zoltán igazgató ismertette a jelenlévőknek. A rendezvény délután szakmai programmal folytatódott, melynek keretében bemutatták a Falkétől a Hoffer gépig Álomból lett valóság című fotodokumentációs tablót, valamint prospektust.
A magas színvonalú szakmai program során az érdeklődők megismerkedhettek többek között a mai magyar mezőgazdasági gépgyártás helyzetével, a HSCS magyar gépgyári művek RT által gyártott lokomobilokkal, stabil motorokkal, magánjárókkal, traktorokkal, továbbá szintén a gyár által készített kézi működtetésű és lovontatású gépekkel, illetve eszközökkel. A szakmai délutánt dr. Papp Zoltán, a Győri Szent István Egyetem docense vezette le, akinek a véleménye szerint színvonalas előadások hangoztak el. Nagyon jól sikerültek, rendkívül széleskörűek voltak, úgyhogy egészen eljutottunk az ősi robbanó motoroktól a Stirling motorig, a Hőlég motorig. Nekem örömre szolgált. Ha ki kellene emelni az előadások közül, melyik tetszett önnek a legjobban, illetve voltak olyan információk, amelyek különösen meghökkentették, vagy érdekesek voltak az ön számára? Igen, természetesen voltak. Mindenképpen az első közé sorolom, nem csak a sorrendje miatt dr. Hentz Károly úrnak az előadását, ami nagyon szépen megvilágította a lokomobil, a stabil motor, a traktor és a lokomotív közötti fogalmi különbségeket, de nekem nagyon tetszett a legutolsó előadás is a Stirling motorról, aminek úgy tűnik, hogy egy új korszaka nyílik a technika történetben. Dr. Papp Zoltán kiemelkedő eseménynek tartja a gépész találkozót, ahol már 11. alkalommal vett részt. Majdnem mindegyiken itt voltam, mint magángyűjtő. Én az egyik legnagyobb jelentőségű rendezvénysorozatnak tartom, sőt azt is mondhatom, hogy nagyon sokan ebből a Mezőkövesdinek nevezhető gyűjtőiskolából, vagy általa kerültünk át a gyűjtők sorába. A délután egyik leglátványosabb programjaként Tóth Ernő kertészmérnök vezetésével bemutatták, illetve működésbe hozták a vendégek által kiállított, valamint a gépmúzeumban található stabil és lokomobil típusú mezőgazdasági erőgépeket. Egy rekordkísérletre is sor került a nap folyamán, amely a legtöbb HSCS gép egy helyen tartózkodását célozta meg. A rekord nagy valószínűséggel megdőlt, hiszen több tucat HSCS típusú gép vett részt a gépész találkozón. A géptípus egyik nagy rajongója és gyűjtője, a Gyöngyösön élő Lévai Sándor, aki nagyon jó kapcsolatot ápol a gépmúzeum vezetőivel és munkatársaival. Mindig szoktam hangsúlyozni, hogy Mezőkövesdén számomra olyan, mintha hazamennék, tehát itt olyan kedves barátaim vannak, akikkel emberileg és szakmailag is nagyon jó barátságban vagyunk. Magáról a gyűjteményről, tehát én úgy gondolom, amiről mindig is szoktunk beszélgetni a többiekkel, hogyha valaki sikeres a szakmájában, az úgy gondolom, hogy adósa a környezetének, és én családindítatásból fakadóan a régi mezőgazdasági gépeknek vagyok a szerelmese, édesapám iránt érzett tiszteletből sajnos nem él már 32 éve, határoztam el, hogy ha lehetőségem lesz rá, akkor fogok egy Hoffer traktort venni, és az a traktor a mai nap is itt van kiállításon, ugye mivel a Hoffer gyár egyesülésének a 100. évfordulóját ünnepeljük, ezért azt a példányt is elhoztuk. Azóta viszont már egy lényegesen nagyobb darabszámú géppel rendelkezem, és mindig változtak a célok, mert mikor hát így szép lassan majd rátérek a darabszámra. Mikor olyan 30 darab körüli volt, akkor azt mondtam, hogy hát annyi darabnak kéne lenni a traktornak, ahány éves vagyok, mert ugye 30-valahány darabtól azért már lényegesen idősebb vagyok. És olyan beláthatatlan időszaknak tűnt, és azt fogalmaztam meg, hogy annyi gépnek kell, hogy legyen a környezetemben, ahány éves vagyok. Utána, amikor már a gépek darabszáma meghaladta az életkoromat, és azt mondtam, hogy Atya Úristen, már több mint 100 darab van az udvarban, akkor azt fogalmaztam meg, hogy annyi idősnek lenne jó lenni majd, ahány gép áll az udvarban, és most 110 darab traktor áll az udvarban, tehát azért annyira senkinek sem kívánok rosszat, hogy addig viselje az én közelségemet, de hát azért majd amennyit a Szent Péter kiró majd ránk, azt megcsináljuk. Lévai Sándor 6 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni a Hoffer traktorokat, melyből napjainkban már mintegy 110 darabos gyűjteménnyel büszkélkedhet. Na, ebből el is terjedt egy szlogen, ami az interneten is megtalálható, mert mindenki rácsodálkozott, hogy ilyen rövid idő alatt, hogy jutottunk ilyen nagy darabszámhoz. Amikor úgy véletlenül mindenki szokott úgy ráhibázni ilyen találó mondattal, amikor azt mondtam, hogy aki későn kezd el futni, annak gyorsabban kell szaladnia. Tehát én elég későn kezdtem el ezt a gyűjtést, és most maradva a hasonlatnál úgy gondolom, hogy gyorsabban szaladok. De Mezőkövesdre hány géppel érkeztek? Mezőkövesdre, mivel ugye mindig most is csak újra azt tudom mondani, hogy ide hazajövünk, tehát ide 6 darab traktort hoztunk, amiből 4 darab Hoffer gyártmányú, ugye az évforduló alkalmából, és 3 darab stabil motor. Mezőkövesd
tehet igazából arról, hogy felfedeztem a stabil motorokat is ugye a traktorok mellett, mert mindig rácsodálkoztam, hogy mik azok a csöpnyi vasdarabok, amik ugye robbanó motorként működnek, és a stabil motorokból is én úgy gondolom, hogy már igen jelentős gyűjteménnyel rendelkezem, több mint 250 darab van az udvarba, a legnagyobb lentkerekünk az körülbelül 3 méter és 3 tonna súlyú, tehát lehet képzelni, hogy mekkora motorról beszélünk. Évai Sándor a magángyűjtemény gyarapítása mellett nagy segítséget nyújt a Mezőkövesdi Gépmúzeumnak, hiszen több gép felújításában is aktívan vett részt. Ez egy folyamatos, és folyamatosan vannak olyan gépek, amiket a múzeum számára, vagy olyan alkatrészek, amik a múzeum erejét meghaladják, annak a javítása. Itt most nem fizikai erőre gondolok konkrétan, hanem a szakmai, vagy más műszaki feltételekre. Azt mindig és nagyon szívesen segítünk a Mezőgazdasági Múzeumnak. Most is van nálunk, a most éppen az ünnepség alkalmával bemutatott GANZ motornak a szabályzóját javítottuk, de most is van nálunk egy itt a múzeumban már nagyon mostó a körülmények között lévő, nagyon-nagyon ritka Klímax motornak a működőképessé tétele zajlik. Most ez a motor már kivordobva, ott egy kukoricagóré tövében hevert, mert valamikor lepottyantották és elhajlott a főtengelye. Mi gyártottunk bele egy teljesen új főtengelyt, bármilyen érdekes is, és reményeink szerint ezt a jövő évi gépésznapon be fogjuk indítani ezt a motort is. Ez egy folyamatos együttműködés, ami a barátságon alapul, ami meg viszont felülmúl mindent. A Hofer gépek rajongója hozzáfűzte, hogy nagy hatással van rá a nemzetközi hírű mezőgazdasági gépész találkozó, amely véleménye szerint ebben az évben is nagyon színvonalas volt. Az esemény népszerűségét bizonyítja, hogy a határokon túlról több országból is érkeztek látogatók. Ami Lévai Sándor magángyűjteményét illeti, előzetes egyeztetések után bármikor látogatható a több száz gépből álló kiállítás. Az egésznapos, színes rendezvényt, többek között kovács bemutatók, működő modell és makett kiállítás, interaktív foglalkozásokat, valamint a Matyó kultúra remekeiből hímzés, butorfestés, kerámia, vásárlással egybekötött kiállítás emelte. A vendégeknek lehetőségük nyílt emellett napraforgóolaj, méz és méztermékek, kenyérlángos, sima lángos, aszalgyümölcs, kürtös kalács, minőségi bor és pálinka vásárlására. A mezőgazdasági gépgyártók és termékforgalmazók kiállítása, valamint termékvására mellett bemutatkozott Zelejné Papp Bernadett népi iparművész Mezőkövesdről, továbbá a Szent László Honvéd Hagyományőrző Egyesület Debrecenből. Kádár Zoltán igazgató elégedett volt a gépészdalálkozó iránti érdeklődéssel. Nagyon sokan voltunk, és az azt bizonyítja, hogy ennek a múzeumnak van vonzereje egyáltalán. Van érdeklődés, nagyon-nagyon sok gép, és aminek örültünk. Szóval mi terveztünk, hogy rekordkísérlet, a legtöbb Hofer gép egy helyen, hát gondolom ezt megvalósítottuk, mert ennyi gép legfeljebb csak a Hofer gépgyár raktárbázisán lehetett valamikor a 30-as években, amikor válság volt, mert különben a Hofer gépek azok nagyon fogytak, és nem volt jellemző nagy raktárkészlet. Hát visszatérve a rendezvényünkre, örülünk annak, hogy Ausztriából egy külön busszal jöttek. Ezelőtt 2 évvel még 2 traktorral jöttek saját lábon, ugye ez a szervező csapat, a Lébeni Múzeum, most már képviselve volt a polgármester hivatal, a polgármester úr által, és a teljes baráti köre a múzeumnak, akik maguk is magángépgyűjtők, és úgy éreztük, hogy nagyon nagy elismeréssel vannak a múzeumunk iránt, a rendezvényünk iránt, és azáltal a gépszeretet iránt, ami itt megvalósult, amit ők itt láttak, mert hát itt most nem csak magunkról beszélünk, hanem minden gépészről, aki eljött és vállalta a fáradtságot, fölkészíteni a gépét, bemutatni, aztán utána meg hazaszállítani, elpakolni. Ez mindenkitől hatalmas teljesítmény. Csak azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon jó rendezvény volt, rettentő sok segítőkész emberrel, a szponzorokkal is sikerült egy nemzeti kulturális alap pályázatból megvalósítanunk 28 múzeum, egyesület és magángyűjtő szereplésével egy 2000 darabból álló kiadványt, egy 17 tablóból álló kis kiállítást, úgyhogy ezt a kiállítást majd fogjuk vinni minden olyan rendezvényre, ahol ezt igénylik. Azt mondhatjuk, hogy maximálisan a Hofer gépgyár 100 éves évfordulójának méltó emléket állított ez a 14. országos gépész találkozó. A gépész találkozó alkalmából egy traktor és egy gázmotor átadása történt meg. Hisz a
Mezőkövesdi Kis és Társa Kft. Közel 8 hónapon keresztül újított fel egy utos, a 45-ös traktort a gépmúzeum számára, nem kis költséggel meghaladta ez az 1 millió forintot, és ezt a traktort most láthattuk először, a tegnap este hozta el a cégvezető a múzeumba, és ezzel ma már felvonultak, úgyhogy ez egy fantasztikus ajándék a múzeumnak. A másik nagy ajándék itt a hátunk mögött lévő GANZ szívógázmotor, ezt a tavaly decemberben kaptuk ajándékba, a Pannon Mill Malimipari ZRT-től Miskolcról szállítottuk el, arról a Mezőkövesdi TV is tudósított, és azóta zajlott folyamatosan a felújítása, csak segítő szándékkal és jóformán semmilyen költségébe ez a múzeumnak nem került, mert abból valósítottuk meg, amit támogatást tudtunk szerezni. Nagyon sok ember segített ebbe, volt, aki a beton alap anyagot adta, a másik a falazó téglát, harmadik a burkolatot, a követ, a géphez a festéket, volt, aki drótkefézett, volt, aki szerelt, volt, aki festett. Ez egy fantasztikus dolog. A motor talapzatán elhelyeztek egy táblát, melyen a segítők névsora látható. A múzeum céljai között szerepel többek között a hatalmas szerkezet működőképessé tétele, ami komoly feladatot és munkát jelenthet majd a későbbiekben. Kádár Zoltán a további tervekről is megosztotta gondolatait, melyek között elsőként említette a fenntartóváltás lehetőségét. Most már várjuk azt, hogy történjen ebben valamilyen döntés. Bízunk benne, hogy a város vezetése, látva a mai rendezvényünket is, és érezve azt, hogy azért a gépész találkozó a város legfontosabb idegenforgalmi turisztikai attrakciói között, mint rendezvény szerepel, hogy ennek a múzeumnak a fejlődése az nem áll meg. És bízunk abban, hogy azok a lelkes segítők, akik eddig segítettek, ezután is segíteni fognak. Ha mögöttünk van a város, mögöttünk vannak a segítők, akkor mi optimistán tekinthetünk a jövőbe, és akkor lesz új gépbeszerzés, lesz felújítás, és a múzeum önmagába tudja tartani azt a színvonalat, amit eddig is mutatott. Nem csak mezőkövesdieknek, hanem az ide látogató turistáknak is, mint egy fantasztikus kuriózum, mert nem sok város büszkélkedhet ilyen múzeummal. Sok helyen vannak tájmúzeumok, helyi gyűjtemények, de ez a gépmúzeum, ez úgy érzem, hogy a Zsórifürdő, a Matyó kultúra mellett Mezőkövesdnek egy olyan lehetőség, amit ki kell használni a városnak és a térségnek. És már fejlesztésről beszélünk, illetve jövőbeni tervekről. Csirmaz István, az alapítvány elnöke említette, hogy tervben van esetleg, hogy a későbbiekben a gépész találkozó új helyszínen, azaz a Kavicsostól Szabadidőparkban valósuljon meg. Ennek látod esetleg realitását a közeljövőben? Hát egy ilyen mai nap után, ahol láttuk, hogy közel egy órán keresztül sorakoztak a traktorok, és a traktorsornak nem ért vége. És látjuk azt, hogy a múzeum helyi területe az eléggé szűkös, lehet mindennek realitása. Eddig is felmerült ez a gondolat már többször évek óta, de azért nem mertünk belevágni, mert arra gondoltunk, hogy ez a múzeum, amelyet annak ide János bátyám megálmodott és megvalósult, akkor ez egy kicsikét a rendezvény szempontjából úgymond kiesne a figyelem középpontjából, és úgy, de annyira nem akartuk. Arra gondoltunk, hogy egy picivel többen leszünk, akkor elférünk. A mai nap ez egy nagy kérdésfeltevés, bármi lehetséges. Attól függ, hogy mennyire sikerül bővíteni a területet, mennyire sikerül az alapítvány udvart is ugye bevonni a múzeum működésébe, a mindennapi életébe, hisz vannak szép pályázataink beadva a város részéről is, ahol a alapítvány udvar fejlesztése van ugye célként meghatározva. Ott ki tudunk alakítani olyan szociális helységet, olyan vendégbarát lehetőséget, hogy ott megnyithassuk a látogatók előtt, akkor nem biztos, hogy új helyszín kell, de a mai napot látva minden lehetséges, mert ennyi ember, ennyi gép még szerintem egyetlen magyarországi rendezvényen nem volt, mint a gépmúzeumban. Az országos gépész találkozóról készült részletes összeállításunkat szeptember 15-én szombaton láthatják a Mezőkövesdi Televízió kulturális közvetítésében.